mondta, hogy az egész táj megújulása szükséges. Az épített örökség megújulásának jeleit látjuk, a terveket is megnézhettem, és jól mutatja azokat az ambiciózus vállalkozásokat, amelyek itt a térségben megvalósultak, éppen most állnak megvalósulás alatt, vagy pedig a következő években már kész tervek alapján fogják kivitelezni őket. A világörökségi területen jelenleg 4 nagy beruházás van, mondta Dévald István, a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft. Ügyvezetője. Ezek között a központi világörökségi helyszínek fejlesztése, gasztronómiai és látogatóközpont, illetve élménypontok kialakítása és Bodrogkeresztúr központjának turisztikai rehabilitációja szerepel. Első körben egy 3,4 milliárd forintos fejlesztésre szeretnék beszámolni, amely 7 helyszínen zajlik pillanatnyilag. Ebből 5 helyszínen már folynak az építkezések, például itt táján a kastélykert felújítása történik, a Kossuth-Lajos keresztelőkápolnájának a felújítása van folyamatban. Bodrogkeresztúrban elkezdtük a római katolikus templomnak a felújítását, Tolcsván a muzeális borpincék előtt egy ilyen látványteraszt alakítunk ki, illetve ennek a Majlott kastélynak a kertje, ha elkészül, akkor utána ebben az épületben egy interaktív kiállítás fog megvalósulni. Tokaj főutcája megújul, Mát főutcája megújul, ez mind ebből a ginapos forrásból valósul meg. Illetve a közelmúltban adták át Sátoralja új helyen az Ungvári pincesornak az attrakció fejlesztését, és hát vannak olyan fejlesztések, amelyek most vannak közbeszerzési szakaszban, illetve most vannak a megvalósulás előtt, például Bodrogkeresztúr település központjának a teljes megújulása, vagy úgynevezett élménypontok kialakítása a Borvidéken, Szegi erdőbénye és Szegi erdőbénye és Hercegkút településeken. A fejlesztési program a kidolgozás szakaszában van. Jelenleg a Borvidék településeinek bejárása történik a polgármesteri találkozókkal. Egyrészt felmérjük a lehetőségeket, felmérjük az igényeket, és egyre inkább az fogalmazódik meg Váberer úrban is, illetve a településvezetőkkel történt konzultációk eredményeként ez szülődik le, hogy a térség kitörési pontja továbbra is a turizmusban rejlik. Ez egy fontos lehetőség. Azt gondoljuk, hogy hosszú távon megérhetést tud biztosítani a Borvidéknek a turizmus, és nyilván nem elhanyagolhatók egyáltalán az infrastruktúrális fejlesztések, az úthálózat további fejlesztése, és hát amiben még különösen nagy fantáziát látunk, az a turisztikai célú kerékpár úthálózat fejlesztés. Idegenforgalmi szempontból a borokat, a gasztronómiát, a történelmi és természeti értékeket kell megmutatni. Cél a Tokaj márka név magasabb szintre emelése, a lehetőségek minél szélesebb körű kiaknázásával. Megemlékezések, koszorúzások, az új kenyér megáldása, ünnepi műsorok, koncertek, színházi előadás szerepelt az idei augusztus 20-ai ünnepségek színes palettáján Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. A koronavírus járvány miatt idén elmaradtak a tűzijátékok. Tarcalon a Hősi Emlékparkban koszorúzással és katonai tiszteletadással kezdődött az augusztus 20-a alkalmából megrendezett ünnepség. Ezt követően az ünnepi megemlékezés a református templomban folytatódott. Butta László Tarcal polgármestere ünnepi köszöntőjében Szent István király történelmi jelentőségét kiemelve azt mondta, munkássága, öröksége, tájékozódási pont a világ magyarságának intelmei megmutatják a helyes utat. Hajtsunk át élre Szent István előtt, hogy felfelé kaput nyitva a lelkünket felemelhessük. Hálásak vagyunk az Úrnak, hogy ide küldte nekünk Szent Istvánt. Büszkék vagyunk rá és alkotására. Emlékét megőrizzük, még emberre Tarcalon, még magyar él a föld. Negnucz Ágoston, agrárminiszteri főtanácsadó úgy fogalmazott, ma stabil, szuverén, büszke és gazdálkodó ország polgárai vagyunk. Szent István örökségéhez igazodva jogunk van megtartani e hazát kereszténynek és függetlennek. A beszéd után a történelmi egyházak képviselői megszentelték és megáldották, dr. Koncz Zsófia pedig megszegte az új tarcali kenyeret, amelyet ezután kóstolásra felkínáltak a jelenlévőknek. Az ünnepi műsorban a tarcali hagyományőrző népdalkör és tarcali fiatalok, Pál István vezényletével pedig a Magyar Honvédség 5. Bocskai István lövészdandár Debrecen helyőrségi zenekara közreműködött.
Mezőzomboron a római katolikus templomban tartották meg Szent István királyunk és az államalapítás ünnepének tiszteletére rendezett megemlékezést. Cetőné Hegedűs Aranka nagy tiszteletű asszony ige hirdetésében azt mondta, mások cselekedete figyelmeztetésként álljon előttünk. Így tekintsünk István királyunkra és azokra az őseinkre, akik példát és utat mutattak nekünk segítségül, mert ők jelként állnak előttünk. Cetőné Hegedűs Aranka ige hirdetésének végén az új kenyérért hálaadó áldást mondott. Ezt követően Szűcs Zoltán plébános és Poyák Péter parókus megszentelte az új kenyeret, amelyet Radó Béla a község polgármestere szegett meg. Tokajban hagyományosan a város főterén tartották meg az államalapítás ünnepét Gál Zoltán, Isten éltessen hazám című verse után Posta György polgármester mondott ünnepi beszédet. Él magyar, áll Buda még, a múlt csak példa legyen most. Vidám nótára nyíljon kebletek, áll még Tokaj, vígdalba kezdjetek. Nyugodtan engedjük, hogy magával ragadjon bennünket Kisfaudi Sándor, és Jan Kolár lelkesedése. Itt vagyunk, és ünnepelünk. Ünnepeljük a mi ünnepünket, az erős és egységes keresztény független magyar állam ünnepét. A beszédet követően a római és görögkatolikus, a református és az evangélikus egyház vezetői mondtak imát, majd megáldották és megszentelték, a polgármester pedig megszegte az új kenyeret, amelyet ezután kóstolásra felkínáltak az ünneplőknek. Gesztelyen ünnepi szentmisével kezdődött az augusztus 20-ai ünnepség a római katolikus templomban. Simon István a település polgármestere mondott ünnepi köszöntőt. Szent István király élete a haza életének csak egyetlen pillanata volt. De mégis milyen pillanat? Az egész nemzet életét és sorsát meghatározta 4 évtizedes koronkodása alatt. Szilárd, tervezhető jövőt teremtett nemzetünk számára. Művének nagysága abban mérhető le igazán, hogy biztonságos és lakható otthonná tette a Kárpát-medencét. A polgármesteri köszöntő után Molnár Ferenc nagytiszteletű úr ige hirdetése következett, amelynek végén áldást mondott az új kenyérre, majd Kormos Csaba címzetes esperes plébános szentelte meg a kenyeret. Az ünnepi műsorban a Csokonai Népdalkör közreműködött. És a rendszerváltás 30. évfordulója volt a témája a 48. tokai írótábornak. Az augusztus 17-e és 19-e között megtartott esemény főképp a tudományos tanácskozásokra épült, ám számos kísérőprogram is gazdagította a rendezvényt. A 3 nap alatt volt trianoni lapszámbemutató, kiállítás, színházi előadás és borkóstolás is. A 48. írótábor 3 napos rendezvényén irodalmárok és történészek tartottak előadásokat, vitákat és pódiumbeszélgetéseket Trianon 100. és a rendszerváltás 30. évfordulója kapcsán. El Simon László, az írótábor nemrég megválasztott elnöke szerint a trianoni fájdalom eleven valóság. Miközben a nemzet összetartozás évének nyilvánítottuk a trianoni békediktátum 100. évfordulójának esztendejét, s teljes joggal örülünk a Kárpát-medencei magyarság megmaradásának, lelki, szellemi, kulturális, illetve az állampolgársági törvény 1 évtizeddel ezelőtti megváltoztatása óta immár jogi értelemben is megtapasztalható összetartozásának, mégsem tehetünk úgy, mintha ez a fájdalom nem lenne eleven valóság. A Trianon 100 MTA lendület kutatócsoport 2020 májusában végzett országos közvélemény kutatásából kiderül, belpolitikai rövidlátás lenne szőnyeg alá söpörni egy olyan ügyet, ami az anyországi magyarság elsöprő többsége számára fontos érzelmi kérdés.
Nemzetünk történelmi traumáiból tanulnunk kell, mert így elkerülhetőek az újabb traumák, tette hozzá az elnök. A megértés folyamatát segítheti elő az írótábor is, hiszen az írók alkotásaikkal, közszereplői tevékenységükkel most is sokat tehetnek nemzetünkért. Széki Károly színművész, író, hitvitázó drámát ír Trianonról, Trianon halálbéke címmel. Az író mindig veri a dobot, de nincs neki nagy tét az életében. Tessék verni azt a dobot, és felszólítani a politikusokat, hogy itt nem össznemzeti banzáj van most, meg összetartozás össznemzetileg. Az igen, az megvan egy szinten, hogy lélek, ez a lélek kapcsolat. De rendet kellene teremteni, akik immáron 100 éve a lelkük megnyomorításával vannak együtt. Kövér László az országgyűlés elnöke Trianon kapcsán úgy fogalmazott, ideje lenne végre felfedezni azokat az értékeket, amelyek hozzájárultak ahhoz, hogy ez a pusztulásra, kivégzésre szánt nemzet még létezik valahai szállás területének jelentős részén, saját szülőföldjén. A megrázkódtatást nemzetként tudtuk túlélni, és éppen ez az elmúlt 100 év erősíthet meg bennünket. Posta György, Tokaj polgármestere a város történelmi jelentőségére, felelősségére mutatott rá. Mindenkor és minden körülmények között a nemzetet, a nemzet érdekeit kell szolgálnunk, képviselnünk és megjelenítenünk. Tokajban van egy olyan jelképes trianoni emlékmű és országzászló emlékmű, ami elégedévé teszi, hogy hegyoldalban van, és azt gondolom, hogy ezzel az egész újra születésnek, ennek az emlékművével tudunk kapcsolódni ez a mostani évfordulóhoz. Nagyon jó érzés azt érzékelni, hogy határon túlról is emlékeznek erre a tokai emlékműre, mert ugye a vasút mentén van, és ugye ezt sokan látják. Tehát ez a város szempontjából tényleg olyan sok kapcsolódó pont van, amivel mi is ugye a történelem részévé tudunk válni. És hát az írótábor is azt gondolom, hogy a városnak olyan szinten már a része, hogy szerintem el se tudjuk képzelni az életünket az írótábor nélkül, és a témák mindig az aktuális dolgokra készítik fel az írókat, és mindig egy választ adnak azokra az aktuális feltett kérdésekre, amelyek ugye évről évre mindig változnak. Ahogy változnak a célok, úgy változnak az irányok is. Az új elnök az írótábor jövőbeni küldetését körvonalazva elmondta, hogy újra gondolná a kortárs szép irodalom lehetőségeit, a más művészeti ágak irányába történő nyitást és a 20. század sorsfordító történeteinek művészeten keresztül történő feldolgozását. A Jupiter és holdjait vizsgáló műholdalkat részeket készített egy miskolci cég, konkrétabban 3 mérőműszer hűtani és strukturális elemeit gyártotta le az Admatis Kft. Az utóbbi 1,5 évben. Az Európai űrügynökség legnagyobb missziója 2022-ben kezdődik, ebbe kapcsolódott be az Admatis Kft. Az Európai Ügynökség 2012-ben döntött a Jupiter és jeges holdjainak kutatására induló JUICE műhold megvalósításáról, amely Dél-Amerikából indulna, és minden eddiginél messzebbre menne az űrben. Az Admatis Kft. Az utóbbi fél egy évben gyártotta le azokat az alkatrészeket, amelyeket felkérésre készített el a JUICE műholdhoz, vagyis tesztberendezéseket gyártott a műhold termikus tesztjéhez, valamint hőszigetelő védőfóliát, a műhold egyik műszeréhez. A berendezés, amire ezt a hőszigetelő fóliát rátesszük, még pontosabb méréseket tud egyszerűbben végezni. A termikus alkatrészeknek pedig az a funkciója, hogy teszt közben szimulálja a kész alkatrészeknek a működését, és sajnos azok a kész alkatrészek, amiket nem mi gyártunk, különböző cégek gyártanak Európából, azok nem fognak elkészülni időre. Ezért annak érdekében, hogy ez a teszt ne tolódjon el fél évvel, egy évvel, azért kellett B-tervgyanánt nekünk gyártani néhány ilyen tesztberendezést. Tehát enélkül esetleg a teszt nem lenne sikeres, ha pedig az nem lenne sikeres, akkor az egész projekt tolódna akár több évet is, és ez nem megengedhető, mert 2022-ben van tervezve a műholdnak a kilövése. A komoly technológiával gyártott alkatrészek a tiszta szobában már várják az indulást. A
hőszigetelő fóliákat, azokat Svájcba kell szállítanunk. Ott a Berni Egyetem munkatársai fogják beépíteni az ő eszközökbe. Ők fejlesztik az egyik olyan eszközt, amire az a hőszigetelő fólia kell. A másik három alkatrészt pedig Németországba kell szállítanunk az Airbushoz, aki a komplett műholdnak az összeépítését végzi már jelenleg is már évelejétől, és így fogják beépíteni őket a műholdba. A műholdat 2022-ben lövik fel, 7 év utazás után érkezik meg a Jupiterhez és három holdjához, ahol 3 évig végez majd felszín feletti és alatti kutatásokat. Abból a célból, hogy több információhoz jusson az emberiség, hogy ott a Jupiteren és a holdjain vajon valamikor volt-e élet, mi a feltételrendszere az élet kialakulásának, és ezt extrapolálva közelebb tudunk kerülni ahhoz, hogy megértsük, hogy vajon, hol, mikor alakulhatott ki élet, alakulhat majd ki élet, minek kell teljesülnie, mi az alapvető szükséglet ahhoz, hogy valahol akár a földi élethez hasonló, más típusú élet is kialakult, vagy kialakulhasson majd a jövőben. A Juice ezután a naprendszer legnagyobb holdja a Ganymedes körüli pályára áll, ahol ismét méréseket végez. A felvetett információkra a válaszokat a tudós társadalom a 2030-as évek elején kapja majd meg. Az ADMATIS részvételét a Juice programban az Európai Ügynökség és a Külgazdasági és Külügyminisztérium támogatta, hiszen az űrkutatás kitörési lehetőséget jelenthet az országnak. Taktabály az elmúlt 8 hónapban sokat fejlődött, amely az új polgármesternek és képviselőtestületnek köszönhető. Berendezték a tájházat, átépítik az emlékműparkot, és haszonnövényeket termesztenek, amelyet a községi konyhában készítenek el. Rézműves János Taktabály polgármestere a képviselő testülettel és munkatársaival folyamatosan azon dolgozik, hogy megszépítse a települést és vonzóvá tegye a turistáknak. A Start közmunkaprogram keretében készítik Taktabály főterén az emlékműparkot. Kovácsoltvas pihenő padok, kőburkolat kerül a területre, amely közösségi térként is funkcionál majd. A park közepén áll a felújított első és második világháborús emlékmű és az életfa. Az ötlet az a képviselőtestülettel együtt jött. Egy olyan emlékműparkot szeretnénk, ahol a fiatalok, idősek egyaránt leülhetnének. Rakamazon készítette az egyik közös barátunk a Kovács volt vasat. Az életfa az adott volt, a táblák ugye adottak voltak, csak azok fel vannak újítva. Minden név szerepel a táblán, aki az első és második világháborúba sajnos nem tért haza. És úgy gondoltuk, hogy mivel a Gulág emlékműben is van egy ilyen Kovács Oltvas rész, ezért Kovács Oltvas és a kandellábereket is azért tettük bele, hogy az összkép az szép legyen. A község központjában található a tájház, sikerült korhű bútorokkal, használati tárgyakkal berendezni, így tárt kapukkal várja a látogatóit, akik szeretnék megismerni a paraszti kultúrát. A Kupeszné Erzsike, és ő időt, energiát nem kímélve, szinte ilyen nappal dolgozott 3 napon keresztül. Rengeteg anyag érkezett, amit nagyon szépen köszönünk, rengeteg felajánlás. Most már mi is tudnánk adni más tájháznak is, mert vannak olyan eszközök, amiből több darab is érkezett, természetesen mindent megtartottunk, és hogyha valakinek kell, akkor nagyon szívesen továbbadjuk. A úti kalauzba, ide a Wikipédiára felraktam én Taktabály református templomát, a patai szobát, illetve a kastélyt és a tájházat, és el kell, hogy mondjam, büszkén mondom, hogy 2 nap alatt 16 látogatónk volt, és nem helyi taktabálya, hanem, és nem is a környékből, hanem Székesfehérvár, Budapest és Skóciából is voltak hazatérő. Az önkormányzat gazdaságosan hasznosítja a területeit, paradicsomot, paprikát, burgonyát, hagymát, borsót, babot termesztettek, amelyet felhasználnak a település konyháján. Közel 80 millió az az összeg, amiben olyan
dologi eszközöket vettünk a Start Munka programban a pályázatokból, amiben a mezőgazdaságban, illetve a faluszépítésben nagyon jól tudjuk hasznosítani. Azt, hogy nem megfelelően használják az emberek sajnos, kertünket azt szépen hasznosították a hölgyek. Sokat dolgoznak benne a lányok, és rengeteg olyan a zöldséget, illetve olyan savanyúságoknak való anyagokat szállítanak be a konyhára, ami szinte egy évig elég a konyhának. A polgármester szeretné felújítani a templomot a református egyház közösséggel és egyházkerülettel közösen, hiszen ott írták alá 1711-ben a szatmári békét. A polgármester tervei között szerepel az, hogy a tájházat a református templommal együtt megnyitják minden hétvégén a látogatók előtt. Második alkalommal szervezett Nordic Walking találkozót augusztus 15-e és 17-e között az Abaúj Szántói Kezdjetek el élni egyesület a zempléni településen. Idén is nagyon népszerű volt a háromnapos sportos rendezvény, hiszen több mint 70-en neveztek a különböző távokból álló megmérettetésre. Épp testben, épp lélek, tartja a mondás, amellyel teljes mértékben egyetértenek az Abaúj Szántói Kezdjetek el élni egyesület tagjai. A szép számú tagokat számláló civil szervezetet Antal Jánosné hozta létre, aki minden héten több alkalommal tart Nordic Walking edzést a városban és más településen élőknek is. A tavalyi első Nordic Walking találkozó sikeressége után a szervezők úgy döntöttek, hogy az idén is megrendezik a háromnapos sportos hétvégét. A felkészülés persze teljesen a vírus helyzet ismeretében bizonytalanságokkal telve zajlott, de úgy éreztük az utolsó két hétben, hogy már nincs semmilyen akadálya egy ilyen kültéri sportos rendezvénynek, és mindenre figyelünk természetesen mi is a rendezvény során. Egyébként pedig a fogadtatásnak mi is nagyon örültünk, hiszen tavaly körülbelül 6-7 településről voltak vendégeink, igaz, hogy messziről Lengyelországból is jöttek, de most már 21 település képviselteti magát. Még egyedül a Dunántúl soproni, győri részét nem tudtuk ide csalogatni, de bízom abban, hogy a harmadikra már onnan is jönnek majd vendégek. Szeretnénk a Tokaj-hegyaljai életérzést meg is ízleltetni az ide látogatókkal. Aki esetleg nem ismeri a Nordic Walkingot, az egy olyan sportág, amelynek az a lényege, hogy egy speciális bot és gyalogló technika segítségével hatékonyan, ugyanakkor kímélő módon fejleszthető az állóképesség, az izomerő és a mozgás koordináció nemre, korra való tekintet nélkül. Nélkülözhetetlen kellékei a speciális botok. Idén az ország minden pontjáról érkeztek a háromnapos második Nordic Walking találkozóra, amit augusztus 15 és 17 között rendeztek meg Abaúj Szántón. A verseny augusztus 16-án bemelegítéssel kezdődött, amit Györki Erika tréner tartott azoknak, akik nekivágtak a különböző hosszúságú távnak. A rajtot megelőző pillanatokban Sáfián Ádám a település polgármestere üdvözölte a megmérettetés résztvevőit, akik eredményes versenyzést kívántak mindenkinek. Ezután 10 óra 15 perckor elrajtolt az 5, 10, 15 és 20 kilométeres táv. Idén több mint 70-en vágtak neki a csodás zempléni lankáknak. A háromnapos program célja a Nordic Walking népszerűsítése volt, természetesen az egészséges életmód és a rekreáció hangsúlyozásával. Tavaly a helyszín is a Rákóczi házban volt, és az Aranyosi völgyet választottuk, mint nagyon biztonságos terepet első pályaként, és ott a versenyzők kérése az volt, hogy ha lehet legközelebb ne aszfalton és patkán, hanem erdei utat válaszunk. Hát itt adja magát a hely az Zemplén, úgyhogy most erdei szakaszt választottunk, valóban nagyon szép, itt ott nehéz pályát sikerült kijelölni, de ezek mind rendszeresen sportoló nordikosok, aki
akik meg fognak birkózni a távokkal, akik kicsit is idősebbek, vagy betegebbek, vagy kevésbé edzettek, csak az 5 kilométert teljesítik. A sportosabb csapat pedig a 10, a 15, és hát még körülbelül 10-12 fő a 20 kilométeres távra is vállalkozott. Összesen 80 versenyzőnk van, körülbelül 80, és a jelenlévők segítőkkel meghaladja a század. A terembefogadó képességéhez mértük, lezártuk a jelentkezést, hiszen több embert nem tudunk elhelyezni. A megmérettetés végén pedig nem maradt más hátra, mint az eredményhirdetés, ahol kategóriánként hirdettek férfi, illetve női győztest. Az 5 kilométeres távon a nők mezőnyében első lett Bácsi Judit Erzsébet és Lébainé Kovács Zsuzsa, második helyen Orosz Dorka és Orosz Szilvia végeztek, a harmadik helyet Zilai Istvánné szerezte meg. A férfiaknál Sélei Gusztáv első, míg Számtó András második lett. 10 kilométeren a nők közül a dobogó legfelső fokára Kazai Orsolya állhatott fel, megelőzve Szaniszló Katalint és Feketéné Katát. A férfiaknál ugyanezen a távon első lett Futó Zoltán, második helyen Mátyás Dezső, míg harmadik helyen Orosz Kristóf és Orosz Sándor végzett. 15 kilométeren a hölgyek közül a leggyorsabb Kocsis Imréné lett, Tolmács Ildikó és Lipusz Juditot megelőzve. A férfiak közül holt versenyben Hoványi Attila és Koltai András ért be a célba. A 20 kilométeres szakaszt a legjobb idővel Sipos Ferencné teljesítette, második helyet szerezte meg Szaszkó Terézia, és harmadik lett Juhász Zsuzsa. A férfiak mezőnyében a legjobb Miroslav Glisznicki lett, második Szatmári Dezső, míg a harmadik helyet Berecki Béla érdemelte ki. A háromnapos eseményen minden az egészséges életmódról és a sportolásról szólt Abaúj Szántón. A Magyar Erős Emberek Prémium Liga 4. fordulóját augusztus 16-án szervezték meg Máth fő utcáján. Ezen a megmérettetésen 5 versenyszámban mérte össze erejét 8 erős ember az országból. Máth fő utcája erős emberekkel, érdeklődőkkel és szurkolókkal telt meg. A HSM a Prémium Liga 4. fordulóját tartották meg a Tokaj-hegyaljai településen. A helyszín Tatárka József Máth polgármesterének ötlete volt, és ő teremtette meg a hátterét az egész rendezvénynek. Eredetileg 10 neveztek a versenyre, azonban különböző okok miatt csak 8-an tudtak megjelenni. A Mádi Juhász Péter is képviseltette magát a Prémium Liga a soron következő fordulójában. Azt ki kell hangsúlyozni, hogy a forró nyári időjárás nehezítette a férfiak dolgát, azonban 5 versenyszámban bizonyíthatták azt, hogy ők a legjobbak. Az erős emberek bemutatása után következett az első feladat, amely 4 elemből álló nyomószám volt. Ezeket kellett érvényesen a fej fölé nyomni a lehető leggyorsabban. Juhász Péter a harmadik legjobb idővel teljesítette ezt a próbát. A második, a leglátványosabb száma a kamionhúzás volt, amelyen Péter a második helyet tudta megszerezni. A harmadik szám az egy úgynevezett keretcipelés volt, egy 312 kilós kerettel kellett mennünk 30 métert egy fordulóval. Itt a legjobb időt tudtam elérni. Ez igazából elég lutri volt ez a versenyszám, meg mióta én versenyzek 5 éve. Nekem még nem volt ilyen versenyszám, úgyhogy igazából itt azt sem tudtam, hogy a többiek milyen teljesítményre lesznek képesek. Úgyhogy de így örülök, hogy sikerült megnyerni ezt a versenyszámot. Utána következett az izlandi keresztcipelés, ami elég sok erős ember versenyzőnek egy elég mumus szám, mivel elég hamar elnyomja a levegőt, és könnyen el tud sötétülni, pláne egy 35 fokos hőségbe a kép. Úgyhogy itt is tudtam hozni, hál' Istennek, az első helyet. Itt pedig már a negyedik szám után volt egy olyan kisebb pontelőnyöm, hogy lehetett taktikázni a kőgolyónál. Egy 144 kilós kőgolyót kellett 5-ször minél gyorsabban felvenni, ez volt az 5. versenyszám. Itt igazából, ugye, hogy vezettem a versenyt és utolsóként jöttem, ez kiszámoltuk, el illett volna egy érvényes ismétlés a győzelemhez, de igazából úgy éreztem, hogy a közönség megérdemli, az a sok ember, aki kilátogatott, illetve a szervezők, hogy ha meg tudom, akkor meg szerettem volna nyerni ezt a számot is, úgyhogy tudtam teljesíteni az 5 ismétlést, úgyhogy egy szám győzelemmel zártam a versenyt. Én úgy érzem, hogy amennyire izgultam a verseny előtt, ugyanis nálóban egy elég izgulós fajta vagyok,
és ugye a hazai környezetben egyszer sem versenyeztem még, úgyhogy ez nekem az előtte lévő két nap ez elég idegölő volt, hogy mégis milyen lesz a forma. De amikor viszont az első számnál kijöttem, ez a nyomás annyira lement rólam, hogy a közönség azt hittem pont, hogy még egy plusz stressz fog rám tenni, de inkább az volt, hogy teljesen megnyugodtam, és úgy érzem, hogy már rég versenyeztem ilyen egyensúlyozottan, és talán higgadtam magamhoz képest. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy nagyon jó idő volt ránk, nagyon sok ember volt, nagyon jó hangulat volt, minden versenyző ugyanazt a szurkolást megkapta, úgyhogy én bízom benne, hogy lesz még ilyen máron. A mádi fiatal tehetség szerint nagyon jó hangulat volt végig a versenyen, a közönség pedig mindenkinek egyformán szurkolt azért, hogy végig tudja csinálni a nehéz súlyokkal a feladatokat. Vasárnap hideg front éri el a Kárpát-medencét, záporokra, zivatarokra lehet számítani, addig gyengén felhős, meleg idő várható. Jövő hét elején változékony lesz az időjárás, zápor, zivatar több alkalommal is előfordulhat, a hőmérséklet pedig mindenütt 30 fok alatt valószínű. Az orvos meteorológiai előrejelzés szerint front hatásra nem kell számítani. A televízió heti közéleti műsorát a Globo magazint látták. Új adással legközelebb augusztus 30-án várjuk Önöket. Címünk 3900, Szerencs, Rákóczi út 43. Telefonszámunk 47-es körzet 361-156. E-mail címünk szerkesztőség@globotv.hu. Elérhetőségeinken várjuk észrevételeiket, kérdéseiket, javaslataikat. Honlapunkon a globotv.hu-n a hét mindennapján olvashatják friss híreinket. Köszönöm, hogy velünk tartottak, és a jövőben is várjuk Önöket a képernyő elé. Viszontlátásra!